Sziasztok, Görbic Anita vagyok, nézzétek ti is a Zeneshow TV-t. Minden csapat nehéz ellenfél lesz, úgyhogy kíváncsian várom majd a kezdést, illetve remélem, hogy egy biztató jó kézilabdával tudunk majd előrukkolni minden meccsen. Rangos ellenfelek, jó nevek, igazából a Löwen azt gondolom, hogy tavaly nagyon jó szezon produkált, annak ellenére, hogy nem jutott be a Final Four-ba és nem lett német bajnok, de nagyon közel állt mind a két célnak az eléréséhez. Hát ugye a Montpellier az meg az utóbbi években ugye mindig olyan játék erőt képviselt a francia bajnokságban és meg nemzetközi porondon, hogy nagyon óvatosan, nagyon tisztelni kellett a csapatot is. Ugye a Celje tavaly volt ellenfelünk, most annak két játékost ugye el tudtunk hozni, ők már az idén a Western színeinek fognak versenyezni, mind a Márgucsi, pedig a Lékai Máté. Úgyhogy velük is nyilván erősödik a csapat, meg a többi játékos is, aki érkezett, ők is a vetőet fogják erősíteni. Úgyhogy szerintem óriási vágyakozások, meg izgalmak lesznek majd biztos a következő szezonban is. Úgyhogy várjuk a kezdést. Északi stílus, vagy hát szeretünk az ellen játszani. Majd meglátjuk, hogy most mi lesz, mert azért elég jól sikerültek az utóbbi években. Nem volt nagyon probléma vele, nem lesz probléma tovább. Szerintem ez egyre nehezebb lesz így, mert ugye tudják, hogy ránk kell koncentrálni a legjobban. Reméljük, hogy az újakkal beépülve, az új játékosokkal beépülve, ugyanúgy sikerül maximális teljesítmény nyújtani a bajnokot idejába, és egy harmadik címvédés az álom. Barátném mondta a csoportbeosztás, jó, aránylag jónak hangzik, nem azt mondom, hogy köszi, de lehetett volna sokkal nehezebb is. Nyáron egy felkészülési tornán, akkor sikerült őket megverni, nyilván annak más a hangulata, mint egy bajnokok ligája meccsnek, azért nem kell messzire menni, ugye tavaly ők nyerték a francia bajnokságot, ami azért elég nagy odafigyelés alatt, nem lesz könnyű dolgunk együtt csapatállásra. Feltettük a névegyünket a nemzetközi porondon, azért nyilván a BL az egy más kategória, de úgy gondolom, hogy jó előjellel indulhatunk neki a bajnokok ligájának.